A magyar kormány tegnap váratlanul nyilvánosságra hozta Magyarország nemzeti helyreállítási tervét. Erről a tervről hónapok óta, igazából tavaly november óta társadalmi egyeztetésnek kéne folynia az országban, ennek azonban gyakorlatilag minden eleme elmaradt. A magyar kormány hiába kommunikálja a nyilvánosság és az Európai Bizottság felé, hogy rendszeres és kielégítő egyeztetést folytatott az érintettekkel, elsősorban a helyi önkormányzatokkal, erre nem került sor. Ez a párbeszéd véleménye szerint nem csak a vonatkozó európai szabályozás, de a magyar előírásokat is sérti, de mindenképpen ellentétes a helyreállítási alapra vonatkozó európai jogszabályokkal. A konzultáció elmaradása mellett ugyanakkor a terv szakmailag is rendkívül gyenge. A helyreállítási alappal az európai intézmények eredeti terve az volt, hogy a koronavírus járványt követően ne egyszerűen visszaépítsük a korábbi európai gazdaságot, hanem segítsük annak átalakulását egy a 21. század kihívásainak jobban megfelelő gazdasági struktúra irányába. Mindenekelőtt a klímaváltozás adta feladatokkal kell megbirkózni, ennek érdekében a vonatkozó szabályozás a helyreállítási programban 37%-os arányban írja elő legalább a klímaváltozással összefüggő programok finanszírozását. A másik ilyen pillére a helyreállítási tervnek a digitalizáció kell, hogy legyen. Erre az összegeknek mintegy negyedét kellene elkölteni. A magyar helyreállítási terv ugyanakkor lényegében semmilyen részletében nem felel meg ezeknek az elvárásoknak. Nem rajzolódik ki egy vizionárius, átfogó, rendszer szintű változásokat eredményező program, amely segíteni a magyar gazdaság zöldítését, a kibocsátás csökkentést és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást. Nem teljesíti a magyar terv, a magyar kormány kísérleteivel ellentétben vagy azok tacára, hogy szinte mindent megpróbálnak zöld beruházásként eladni, még így sem teljesíti az előírt 37%-os klímaváltozáshoz kapcsolódó beruházásoknak a részarányát. Ugyancsak nem teljesíti a digitalizációs kötelezettségeket. A kormány azok helyett, a célok helyett, amelyeket az Európai Unió előír, alapvetően a számára politikailag fontos célokat, például az egyetemi autonómiát csorbító egyetemi modellváltás uniós finanszírozását helyezi az előtérbe, illetve többé-kevésbé véletlenszerűen olyan területekre dob le óriási pénzeket, ahol azok a végén várhatóan a NER közeli oligarchákat fogja gazdagítani. Ha már itt tartunk egyébként, az Európai Bizottság elégedetlen a csomagnak a antikorrupciós intézkedéseivel, garanciáival is, nem látják biztosítottnak, hogy a helyreállítási alap pénzei nem fognak kézen közön korrupciós csatornákon elveszni. A magyar kormány által a tervbe foglalt 13 milliárd forintnyi antikorrupciós intézkedést nem olyan intézkedésekre fordítják, amelyek ténylegesen képesek megelőzni a korrupciót, és egész egyszerűen nem látjuk biztosítottnak, és az Európai Bizottság is aggodalmait fogalmazza meg azzal kapcsolatban, hogy nem kellően biztosítottak a hatékony és eredményes korrupció ellenes fellépés feltételei a helyreállítási tervben. Azzal, hogy a magyar kormány az érdemi konzultációt nélkülözve egy szakmailag rendkívül gyenge, és a saját oligarcháin kívül alig valakinek kedvező helyreállítási tervet tett le az asztalra, azt kockáztatják, hogy a magyar helyreállítási terv elfogadása veszélybe kerülhet. Amennyiben az Európai Bizottság nem tartja elfogadhatónak a magyar helyreállítási tervet, akkor hónapokig csúszhat a terv elfogadása és a kifizetések megkezdése, ami azt jelenti, hogy a súlyos helyzetben lévő magyar gazdaság, magyar vállalkozások, elsősorban kis- és középvállalkozások, illetve a magyar munkavállalók és a munkájukat vesztett magyar állampolgárok hónapokig kell, hogy tovább várjanak arra, hogy az ő megmentésüket célzó európai segélycsomag megérkezzen Magyarországra.
A munkájukat vesztett munkavállalókkal a kormány amúgy is rendkívül kegyetlenül bánik, hisz miközben a terv 5800 milliárd forintját szinte maradéktalanul építési projektekbe, betonba, acélba próbálják önteni, azon közben annak ellenére, hogy az országspecifikus ajánlások egyértelműen felhívják Magyarországot, hogy például a munkakeresési támogatás időtartamát hosszabbítsák meg, és erre finanszírozási forrás is rendelkezésre állna a helyreállítási alapból. A magyar kormány a tervbe ezt nem építette be, így továbbra is az elfogadhatatlanul rövid munkakeresési támogatás időtartam érvényes Magyarországon, amely a válság sújtotta a magyar gazdaság körülményei között elfogadhatatlan. A Párbeszéd ezért elkerülhetetlennek tartja, hogy a magyar kormány azonnali hatállyal kezdjen el egy intenzív, méreható egyeztetési folyamatot az önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel, szakmai szervezetekkel és más érintettekkel. Ezeket a véleményeket építse be a tervbe, annak szakmai minőségét jelentősen javítva, erősítse a helyreállítási terv zöld lábát, a jelenleg tervezetnél sokkal többet fordítson megújuló energiák, ökoszisztémák helyreállítása, vízügyi beruházások, klímaváltozáshoz való alkalmazkodási projektekre. Erősítse meg a digitalizációs elemeket is, és ezeket fejlesz egy egységes digitális stratégiává. Hozzon létre és erősítsen meg egy szociális lábat a helyreállítási tervben, amelynek részét képezi a munkakeresési támogatás időtartamának a meghosszabbítása, hogy segítséget nyújtson a munkájukat vesztettek számára, és egy ilyen formán átalakított tervet nyújtson be mielőbb az Európai Bizottságnak, azt biztosítva, hogy a lehető leghamarabb ez a terv elfogadásra kerüljön az európai intézményekben, és meg tudjon indulni a pénzeknek a kifizetése a válságnyomás súlyos helyzetben lévő magyar gazdaság, magyar gazdasági szereplők és magyar állampolgárok számára. Ellenkező esetben a magyar kormány csupán a saját közvetlen politikai céljait és a saját oligarcháit igyekszik megfinanszírozni ebből a helyreállítási alapból, azt kockáztatva, hogy az Európai Bizottság ezt a tervet így nem fogadja el, és további lényeges, több hónapos, akár fél éves csúszás is előfordulhat, ami csúszást a magyar gazdaság nem tud tovább, a magyar gazdasági szereplők és a magyar munkavállalók nem tudnak tovább elviselni. Politikai megfontolásokból, szakmai inkompetenciából nem szabad, hogy veszélybe kerüljön az a támogatás, amely Magyarország egyik legnagyobb esélye, hogy egy szociálisan igazságos, fenntartható és a 21. századi digitális elvárásoknak is megfelelő gazdaságfejlesztési terv keretében Magyarországot felkészítsük az elkövetkező évtizedekre.